Pár napja tértek haza Dél-Koreából a magyar paralimpiai sportok. Én köszöntöm a stúdióban Szabó Lászlót, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökét, illetve Perési Tamást, kollégánkat, aki tudósítóként voltak, én ugye segíts nekem. Igen. Pyeongchangban volt, tehát ugyanott, ahol a téli olimpia. Mi a különbség azért most gyorsan a legelején azért szedjük szét, ugye a téli olimpia, illetve a paralimpia között? A nyári olimpia 1988 óta, a téli olimpia pedig 1992 óta ugyanott van, ahol a paralimpia, tehát egymást követi a két esemény, olyan 2-3 hét különbséggel. A sportágokban azért jelentős különbségek vannak, hiszen számtalan olyan az épek számára rendezett sportág van, amit nyilván nem lehet a fogyatékosok számára is megrendezni, és egyébként viszont is. Tehát vannak a sportágokban különbözőségek, a létszám is kisebb a paralimpián, körülbelül 1/3 az olimpiának, de egyébként minden ugyanaz. Egyébként ez evidencia szerint működik, hogy melyek azok a sportágak, amelyekben ők nem vehetnek részt, vagy ezt egy szakbizottság állítja? Nem, ez egy komoly csata. Ez egy nagyon komoly csata a sportágak között. Mindenki, aminek van fogyatékos sportága, mint a sportnak, az beszeretne kerülni a paralimpiára, és nagyon nagy komoly küzdelem van, ugyanúgy, mint az olimpián, hogy mi az, ami bejut, mi az, ami nem jut. Egy csomó sportág kopogtat a paralimpia kapuján, például, hogy mondjak nektek egy furcsa példát, a tánc, a kerekesszékes tánc, ami ugye nincsen az olimpián, de a paralimpián nagyon jó lenne, ha lenne, és sokan mi is szeretnénk, mert mi magyarok jók vagyunk benne. És melyek voltak azok a számok, amelyekben ugye a magyar sportolók elindultak, beszéltünk róla, de elevenítsük fel. Három sportolónk volt jelen a paralimpián, és mind a hárman sporttörténelmet írtak. Kerekesszékes sífutásban, egy kicsit furcsa, hiszen nem kerék van a széken, hanem sítalp, tehát ülő sífutásban Lőrinc Krisztina indult, és először indult magyar sportoló ebben a sportágban. Balogh Zsolt, aki pedig látássérült síelő, és van egy vezetője, egy guide-ja, aki előtte síel, ő is először ebben a sportágban első magyarként vett részt. Tomi, te mi sportriporttel voltál kint, és tudósítottad az Echo TV nézőit. Mit tapasztaltál, milyen benyomásaid voltak ott a helyszínen? Fantasztikus volt az egész hangulat, tehát már maga az, hogy amilyen sporteseményen voltunk, én sem voltam még ilyen léptékű sporteseményen, mint olimpia vagy paralimpia, tehát maga a média kiszolgálás is egészen különleges volt. A dél-koreák egyébként is nagyon jó fejek és segítőkészek mindenben, amiben csak lehet. És hát a hangulata az pedig valami egészen bensőséges volt, tehát hogy amit mondott elnök úr is, hogy kevesebben vannak mondjuk, de annál bensőségesebb, összetartóbb, és maga a szurkolás is annyira jó volt, amikor ott voltunk például az alpesi sílejtőnél, hogy most is beleborzongok, tehát hogy így ahogyan szeretik így egymást a sportolók, az emberek, tehát tényleg fantasztikus. Ez egy plusz érzelmi töltetet ad? Hát nyilván, ne beszéljünk őszintén, tehát egy fogyatékos embert látni, egy lábbal, kar nélkül, akár két láb nélkül sportolni. Hát ez mindenkit megindít. Tehát nem csak a sport eseményt látja benne, meg a sport teljesítményt, hanem azt is, hogy micsoda nagyszerű dolog, hogy egy ember egy ilyen tragédia vagy születési rendellenesség után bocsánat a képzavarért, de talpra áll, és összeszedi magát, és megmutatja, hogy ő képes a győztesek oldalára állni. Összegessünk egy picit a szervezettségről, nem titok, mi Tamással együtt dolgoztunk a budapesti úszó világbajnokságon, ugye sajtófőnökök voltunk, de Tamás, a magyar szervezettség és a koreai szervezettség között látsz különbséget? Alapvetően nem, mert mind a kettő nagyon profi volt. Olyan szempontból viszont érdekes volt, ami a dél-koreáknál egy picit talán speciális, hogy voltak, akik beszéltek angolul, de azért nagyon sokan a helyek közül nem. És hoppá. Így ez, de mondjuk mindent sikerült megoldani, de ilyen voltak nagyon komikus jelenetek is adott esetben ilyen szempontból. Tehát amikor mondjuk kézzel lábbal mutogattuk el, hogy akkor jó, mit szeretnénk, és abban segítettek, és mindenben. Ami még érdekes talán a dél-koreáknál, hogy nagyon rendszeretők, és ezáltal picit talán kevésbé rugalmasak. Tehát ha valami nem úgy van, ahogy az le van írva, akkor jaj, most akkor mi lesz hirtelen? Igen, pánik van, ezt én is tapasztaltam ugye egy avató ünnepség alkalmából, 60-szor elrendezik, és ha véletlenül valami adhok becsúszik, akkor probléma van. Nektek a sportolói oldalról mi volt a tapasztalat? Nagyon elégedettek voltunk. A kiszolgálás tényleg tökéletes volt. Az utazás, a szállás, az étkezés, a csapatvezetés, minden nagyszerű volt. Egy szavunk nem lehet. Valóban, ahogy a Tomi mondja, kicsit kockák, tehát kicsit nehéz velük. Nagyon kevesen beszélnek angolul, úgyhogy a kommunikációs, de hát megtanultunk koreaiul, tehát valahogy megoldottuk a dolgot, meg hát kézzel, lábbal
ez ember elboldogul, úgyhogy jól éreztük magunkat minden, a sportolóknak és a vezetésnek sem egy szava sem. Még egy kicsit az érzelmi részre visszakanyarodnék. Hát nő vagyok, okay. Meg nem tudok elmenni amellett, amit mondtál, amikor arról beszéltünk, hogy ugye a kitartás, vagy egyáltalán, hogy valaki egy ilyen helyzet után odaáll és megcsinálja és megy. Nyilván ennek egy hatalmas üzenete van a társadalom felé, hogy lám így is lehet. Nem csak a fogyatékossággal élők felé, hanem az össztársadalom felé. Valahol ezt is hivatott szolgálni tulajdonképpen a paralimpia? Hát hogyne, ugye sokszor mondom ezt a mondatot, ha megengeditek, akkor elmondom most is itt. Ugye a fogyatékosnak lenni, az nem jelenti azt, hogy vesztesnek lenni. És egy sportoló, egy fogyatékos sportoló, ahol a győzelemre hajtunk, aztán vagy sikerül, vagy nem. Azt tudja legjobban, legplasztikusabban megmutatni, hogy fogyatékosként is lehet győztesnek lenni, és nem kell leírni, nem kell sajnálni, nem kell elfelejteni őket, elfordítani a fejünket, hanem segíteni kell őket, hogy a győztesek oldalára kerüljön. Akkor a legvégére mind a kettőtöktől egy-egy választ várok, egy rövid választ. Elégedettek vagyunk a pjongcsangi szerepléssel, illetve a pjongcsangi ott léttel? Az ott léttel mindenképpen, a szerepléssel döntően vannak kritikáim, de ezt majd a sportolókkal fogom megbeszélni. Tamás, neked? Abszolút, nekem egy örök élmény volt tényleg ott lenni, a magyar csapattal lenni, tehát nagyon jó volt a hangulat, és a magyar csapatnak a hangulata, ami légkörött uralkodott, az még egy fokkal, még talán a paralimpiánál is jobb volt. Köszönjük szépen, hogy és további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen.